a Komáromi Regionális Művelődési Központ Úton velünk kulturális hét címmel szép rendezvényt szervezett a fogyatékos embereket tömörítő társulás tagjainak. A projektet korhatár nélkül az alkotó szellemiségű embereknek, köztük a már említett társulás tagjainak szervezték. Az együttlétek alkalmával lehetőség nyílt arra, hogy értelmesen, hasznosan, munkával töltsék el az időt, kitűnő szakemberek vezetésével. Különféle alkotóműhelyekben fényképezéssel vagy képzőművészeti alkotások készítésével. A résztvevőknek alkalmuk nyílt ismereteik, tapasztalataik és technikáik átadására, emellett segítettek abban is, hogy a fogyatékos fiatal emberek is beilleszkedjenek a közösségbe. To veľká zmena pre našich mladých ľudí, lebo naši mladí ľudia strašne túžia po spoločnosti. Fiataljaink számára ez nagy változást jelent, hiszen ők nagyon-nagyon vágynak a társaságra, és ők maguk is társasági emberek. A regionális művelődési központ olyan hölgyekkel érkezett, zömében nyugdíjasokkal, akik értettek a nyelvükön, elbeszélgettek velük, meghallgatták őket, mi az, ami fontos a számukra. Egy olyan jó közösség kovácsolódott itt, hogy ezek az idősebb hölgyek, a nyugdíjasok és a mi tagjaink igazi családnak érezték magukat. Tavaly is volt már ilyen szép akció, a mostani pedig már a második, így hát remélem, szép hagyomány lesz belőle. Mindig eljöttek közénk, hoztak valami újat, és mindenki úgy érezte, hogy ők csak a mieink. Gyakran mondtak jó tanácsokat, bíztatták őket, és ez minden alkalommal örömet szerzett nekik. Egészen megváltott a hangulat. A kulturális héten először a képzőművészettel foglalkoztak a Művelődési Központ és a társulás tagjai, Balun Viktória, Magyarics Gabriella és Dénes Éva lektorokkal. A fiatal alkotók két szép festményt készítettek, melyek témája a nappal és az éjszaka volt. Kedden fényképeztek. A magával ragadó őszi természet szinte fényképezésre invitált. Szerdán és csütörtökön az alkotó műhelyeké volt a főszerep. Színes pólók, párnahozatok és ágytakarók készültek. A hamis kék színű nyomás szinte semmiben sem különbözött az eredetitől. Pénteken a zárónapon ünnepélyesen is véget ért a kulturális hét, mégpedig a Matica Slovenská székházában, ahol a színészek, vagyis a társulás tagjai a Hogyan nyert el Jancsi a királylány kezét című mesét adták elő. Máme klientov fixný počet 20. Plus minus 4 a 5 prídu do plusu. Je tam ten stabilný pracovný personál, ale keď príde niekto nový, taký, koho nepoznajú, komu môžu povedať... 20 állandó kliensünk van. Néha 4-5-en eljönnek még, stabil a személyzetünk. De ha időnként jönnek új emberek, akiket nem ismernek, de akiknek mindent elmondhatnak arról, hogy mit gondolnak, nos, az szinte ünnep a számukra. Így hát úgy érzem, ez egy nagyon nagy hozadék, mivel az, hogy ők otthon is színészkedtek, valami szép programot készítettek a szüleiknek, például anyák napjára, ez már szinte olyan természetes, automatikus volt. De más az, hogy kapcsolatban léphettek a külvilággal, és most jött ez az alkalom, amikor már úgy érzik, hogy mindez már nem a mi székházunkban történik, hanem a városban, a külvilágban, ahol pódium és sok ember van, akik tapsolnak. Komoly sikerként könyvelik el. Persze voltak nehéz pillanatok is, nem tagadom. Jött például a lányom azzal, hogy visszaadja a papírokat, már nem vágyik másra, csak a nyugalomra a klubban. De a fiatal munkatársnőim nagyon kitartóak. Tudták, hogy mit hozhattak ki belőlük, és ilyen szellemben is foglalkoztak velük. Az, hogy más volt a helyszín, másak az emberek, lélekemelő volt számukra. Remélem, folytatódik ez a hagyomány. Ők is bekerülnek a köztudatba, és az emberek kedvesebben, emberséggel viszonyulnak hozzájuk, nem pedig együttérzésből vagy muszájból. Elfogadják őket olyannak, amilyenek, vagyis, hogy megvan a saját világuk, és ha ebben a világban megtalálod a helyedet, akkor a társadalom, más közösség is elfogad, befogad. Asi takto.